Felkészülés. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt jobban kell figyelni a gépjárművek műszaki állapotára, valamint a sofőröktől is nagyobb elővigyázatosságot követel. Jeles napok. A keresztény kultúrkörben az év első hónapja a karácsonyi időszak végét, valamint a farsang kezdetét is jelenti egyben. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Téli közlekedés. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt megváltozott útviszonyokra kell felkészülnie annak, aki gépjárművel közlekedik. Különösen fontos az ablakmosó, valamint a hűtőfolyadék mennyisége és minősége. A téli időszak azonban az autók műszaki állapota mellett a sofőröktől is nagyobb odafigyelést igényel. Egy hagyományosabb átlagos, amit 2-3 évenként ajánlanak cserélni. A fagyáló folyadékok fajtáiról beszél Gutweiler László, az egyik dunaújvárosi autószerviz vezetője. A téli hideg időszakban ugyanis kiemelten fontos, hogy megfelelő minőségű védőfolyadék legyen a járműben. Mint mondta, a gyártók által előírt csereperiódusokat érdemes betartani. Ezek elmulasztása ugyanis komoly következményekkel járhat. A motor és a hűtőrendszer és a hűtő közötti keringés nem biztosított, ebből következhet felforró hűtés, illetve hogyha lelevegősödik a hűtőrendszer, akkor elmegy a fűtés, nincs párátlanítás, nem látunk ki az autóból, odafagy a kezünk a kormányhoz, tehát a vezetés biztonságát nagy mértékben befolyásolja. Tehát ha felnyitjuk a motorháztetőt, akkor színekkel általában jól látható, hogy mi az, amihez nekünk laikusnak hozzá szabad férni. Hambalkó János az egyik dunaújvárosi autós iskola vezetője kiemelte. Lényeges, hogy a jármű ellenőrzésén túl a sofőrök is felkészüljenek a megváltozott útviszonyokra. Én azt gondolom, nagyon fontos a tudatos felkészülés a közlekedésre. Tehát egyrészt mint ember készüljünk fel, másrészt pedig az autónkat nagyon fontos, hogy készítsük fel a térre. Itt célszerű mindenképpen a külső-belsővel foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy az autóba több mindent pakoljunk be, mint egyébként szoktunk esetleg nyári, őszi vagy tavaszi időszakban. Tehát nekem is az autómban akár a kesztyűk, akár a gyógyszerek, akár pokróc, esetleg meleg ruhák, illetve csomó olyan dolgot bepakolok, amit egyébként nyáron nem viszünk magunkkal. Hozzátette, fontos, hogy a téli időszakban hetente ellenőrizzük az autó műszaki állapotát, az ablakmosó, valamint a hűtőfolyadék mennyiségét és minőségét. Ezzel megelőzhetőek a kellemetlenségek, és a téli időszakban is biztonságosan közlekedhetünk. Január általában az újrakezdés jegyében telik. Ebben a hónapban vízkereszt ünnepe, Jézus Krisztus megkeresztelkedése mellett a farsang időszakáról is megemlékezünk. Ez egy olyan minősített idő, amikor azt mondja, na most van egy jó lehetőség alkalom arra, hogy ezt az évet valamiben másképp csináljam. Az évkezdés meghatározó szerepéről beszél Bödger Antal, református lelkész. Január első napjai ugyanis minden ember számára az újrakezdés jegyében telik. A hónap első napján általában minden felekezet tart Isten tiszteletet. Az ekkor elhangzott bibliai ige meghatározó üzenetként tölti ki az év minden napját. Hogy az esztendőt úgy kezdem, hogy Istenem, lezártam az előző évet, és akkor fussunk neki egy új esztendőnek úgy megint, hogy mit akarsz velem kezdeni, mivel akarsz meggazdagítani, milyen örömökre, feladatokra, teherhordozásokra akarsz engem elkészíteni ebben az esztendőben. Január hónapban nem csak az újrakezdés alkalmának örvendünk, számos jeles alkalom van, amelyről megemlékezünk, ilyen például január 6-a vízkereszt ünnepe, ekkor Jézus Krisztus megkeresztelkedésére emlékezünk, valamint a farsang időszakának kezdete, amely hagyományosan a vidámság és mulatság népünnepe. Azt jelenti, hogy egy ilyen örvendezős, vigadozós időszak van. A valamikori, főleg falusi mezőgazdaságból élő Magyarországra gondolva, ez a viszonylag kevesebb munkával járó időszak, amikor az emberek jobban megengedhették, hogy bált tartsanak, ünnepeljenek, mulassanak, esküvők legyenek, stb. Ez ugye bőjtig tart. A húsvétot megelőző 6. héttel kezdődik nagyjából a bőjt, mindegy egyház maga módján számolja, de ott körülbelül kezdődik. Addig az időszakig tart ez az ünneplős idő.
A református lelkész hozzátette, fontos, hogy életünkben megtaláljuk a mértékletességet, hiszen Isten azt mondja, örvendezzünk az életnek, de úgy, hogy arról számot kell majd adnunk. Munkaszüneti napok. A 2016-os évben két alkalommal lesz eltérés a munkaszüneti napok tekintetében a naptári munkarendben. Ez azt jelenti, ebben az évben két szombat lesz munkanap az ünnepnapok miatti munkanapát helyezés eredményeként. Ezerint 2016-ban két négynapos hétvége lesz. 2016. március 5-e munkanap lesz, viszont március 14-én hétfőn pihenőnap lesz országszerte. Az ünnepek miatt következő szombati munkanap október 15-én lesz, viszont október 31-e, vagyis november 1-ét megelőző hétfő szintén pihenőnap lesz. Ismét megrendezi a Karissa Kupa kispályás labdarúgó tornát a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A rendezvény hagyományosan jótékonysági feladatot is ellát. A tavalyi évben defibrillátorra gyűjtöttek a tornán, az idei évben pedig a jószolgálati otthon támogatása a cél. Minden olyan adomány, ami ennek keretében érkezik, jó helyre érkezik. A jószolgálati otthont támogatja az idei évben a hagyományos Karissa Kupa kispályás labdarúgó torna, amelyet a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szervez. Erről tartottak sajtótájékoztatót a jószolgálati otthonban, amelyen részt vett Lőrinci Konrád önkormányzati képviselő, a rendezvényt támogató sportáruház képviseletében Lesnyik Gábor, Kecskés Rózsa az intézmény vezetője, Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő, a Karissa Kupa fővédnöke, és Tóth Imre a DLS Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságának elnöke. Tóth Imre elárulta, nem új keletű, hogy sportszervezetek jótékony kezdeményezés mellé állnak. Ez nyugaton nagyon bevált dolog. Mi mondhatni nyugodtan országos szinten is egy kezdeményezői vagyunk ennek a történetnek, mert szeretnénk, hogyha ilyen nagy sportesemények, rendezvények, vagy akár a Dunaújvárosi Szövetséget elindítva ilyen komoly szervezetek mellé beépülnének ilyen bizottságok, ilyen csoportok, és bizony ezeknek a rendezvényeknek a jótékony vonalát megszerveznék, kiépítenék, és nem csak arról szólna a sportrendezvény, vagy egy sportnap, vagy egy családi lap, hogy igen, érezzük jól magunkat, természetesen nagyon fontos, de ezeknek az égisze alatt minden további nélkül jótékony célokat is meg lehet fogalmazni. A rendezvényen a nevezési díjak 10%-ával, felajánlásokkal, valamint a tombola bevételével támogatják a jószolgálati otthon készségfejlesztő eszközparkjának fejlesztését. A Karissa Kupa fővédnöke, Galambos Dénes országgyűlési képviselő elárulta, az évek során bebizonyosodott, hogy a jószolgálati otthon munkája eredményes, így megelégedéssel nyugtázta, hogy jó helyre kerülnek majd az adományok. Kiemelt feladat is, ahol most vagyunk, és cél, hogy évről évre olyan jótékony célra gyűjtsünk pénzt a rendezvény keretében a szervező kezdetisztéki célul, amellyel olyan intézményt támogathatunk, amely közfeladatot ellátása mellett mindenképpen adományokra is azért szorul. A 14. Karissa Kupa 32 csapat részvételével zajlik a Dunaújvárosi sportcsarnokban január 15 és 17-e között. 2015 kellemes év volt, így értékelte a tavalyi esztendőt Balogh Bertalan, a Dunaújvárosi Főiskola Diáksport Egyesületének elnöke. A DFDS-e szakmailag és gazdaságilag is eredményes évet zárt. A Dunaújvárosi Főiskola Diáksport Egyesületének asztali tenisz szakosztálya remek évet tudhat maga mögött, hiszen a tavasszal második helyen végeztek az MB2-ben, az őszi kiírásban pedig vezetik a bajnokságot. Nem csak az asztali teniszezők, hanem az egyesület többi szakosztálya is eredményesen szerepelt az idei esztendőben. Szerencsére az elmúlt években azért jellemző rá, hogy minden évben egyre jobban fejlődünk és fejlődünk, minden szakosztály életében sikereket tudunk elérni, valamint a főiskola sportoktatásban is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 2015-ös év egy igen kellemes év volt. A sportegyesület zavartalan működése elengedhetetlen anyagi támogatás nélkül, amelyeket a városvezetés, valamint egyéb külső cégek biztosítanak. Hát a sportegyesünk életében szerencsére most jól állunk és jól működünk. Ehhez elengedhetetlen szükség, hogy a Dunaújvárosi Főiskola jövőre, a Dunaújváros Egyetem, ahogy támogat minket infrastruktúrálisan, anyagilag, a Dunaújváros megyei jogú városa,
teljes messzélességgel mellettünk áll. Ki szeretnénk emelni két prominens személyiséget Dunajvárosból, Cserna Gábor urat és Dorkota Lajos urat, akik teljes tudásokkal segítik a sportegyesülők életét. Az idei év számos kihívást tartogat az egyesület számára. Ahogyan arról már beszámoltunk, 2016. január 1-től a Dunaújvárosi Főiskolából egyetem lett. Ez pedig kihívás elé állítja a szakosztályt is, ugyanis átszervezésekkel jár. Emellett szeretnék tovább fejleszteni a szakosztályokat, valamint további támogatókat szerezni. A hétfő reggeli óráktól erős felhősödés kezdődik, és többfelé lehet ismét esőzés. A délnyugati szél megerősödhet, viharossá fokozódhat. 3 és 13 fok közötti értékeket mérhetünk. Most következzenek főbb híreink, még egyszer, röviden. Felkészülés. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt jobban kell figyelni a gépjárművek műszaki állapotára, valamint a sofőröktől is nagyobb elővigyázatosságot követel. Jeles napok. A keresztény kultúrkörben az év első hónapja a karácsonyi időszak végét, valamint a farsang kezdetét is jelenti egyben. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.